Csaosztok, sziasztok! Nemrégiben kaptam egy levelet Szabó Dávidtól, olvasom nektek. Mi a véleményed arról, hogy aki nem keres, annak nem is hiányzol? Erről is jöhetne egy videó, mert rendesen idegesít, amikor egy nő vagy bárki megígéri, hogy majd találkozunk, majd beszélünk, aztán semmi mögöttes tartalom. Aki nem keres, azt nem érdeklet szerintem, finoman fogalmazva. De akkor minek mondja, hogy majd szakítok rád időt? Hát, Dávidom, én amondó vagyok, hogy aki nem keres, azt már más nyomja. Ebből kell kiindulni, ez a legrosszabb eset. Ezek, hogy az emberek ígérgetnek, én mondom a tutit. Dávid, borzalmasan erőszakosnak kell lenni. Tényleg addig kell vágni a fülét, amíg vagy eljön találkozni, vagy inkább letilt. De ott viszont legalább akkor pont van, mert hogyha tényleg szimpatikus vagy neki, akkor úgyse fogja magát annyira kéretni, főleg akkor, hogyha ő is egyedülálló vagy bármi. Szimpatikus vagy neki, akkor kijön, ha meg amúgy se akar tőled semmit, akkor meg megmondja, azt akkor lettél. Ez is egy járható út. De viszont sajnos nem ilyen egyszerű a történet, mert vannak olyanok, akikkel például jó elbeszélgetsz, de nem keresnek. Szóval beszélgettek x órát, de mégsem képes arra, hogy ő nyisson felé. Ez a hosszú távfutás, ez a maraton. Az emberek azok a megszokásokra, én is, amikor felkelek, az ember rágyújt, kávézik, megvannak ezek az apró megszokások, tudod. Na most, hogyha valaki tényleg nagyon szimpatikus neked is, hosszú távon tervezel vele, vagy komolyan gondolod, akkor nincs más teendőd, mint beépülni a mindennapjaiba. Tényleg mindig beszélgettek reggel, este, hogy megszoknyod téged. Akkor viszont előbb-utóbb ő is keresni fog téged, remélhetőleg. Ha meg nem, akkor megint ugyanott vagyunk, hogy aki nem keres, azt már más nyomja. Csókollak titeket, sziasztok! Csaosztok, sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy like jelet. Ha van véleményed, akkor írd meg nyugodtan kommentbe, és válaszolok rá. Ha szeretnél ilyen bátya cuccos termékeket, akkor látogass el a www.bátyashop.hu-ra, illetve iratkozz fel a csatornára. Csókollak!